Ballagás a Kossuth Lajos szakközépiskolában. Iskolánk tantestülete és tanulói nevében tisztelettel köszöntöm a ballagó diákokat, szülőket és az itt megjelent vendégeket. Hallgassák meg Forga Noémi Rebeka 10. A-osztályos tanuló előadásában Arany János Intés cím versét. Arany János Intés. Jól költöktől azt tanultam, s adom intésül neked. Sose fáról sok ciklával elborítani el neked. Szólj erővel és nevezd meg önnevén gyermeket. Szólj gyöngéden, hol az ír is, nekem is megfeleket. Olykor egy készó is jobban, helyre üti a szeget, mint az olyan, ki belé hord, földet, poklot és eget, sordít, amíg áll neked. Balázs Anna Mária, 10. A-osztályos tanuló, az alsó évesek útra való jó kívánságait mondja el ballagó diákoknak. Tisztelt tanáraink, diáktársaink, kedves szülők, vendégek! Ismét eltelt egy év. Tavaly még ti díszítettétek a tantermeket, folyosókat, ti hoztátok a virágokat, a tarisznyát, és ti vártátok a legjobban, mikor mehetek már végre haza. Most mi díszítettünk, és készültünk az ünnepségre, hogy a ballagás emlékezetes, mégis megható és vidám legyen. Reméljük sikerült elérni, hogy megforduljon a fejetekben, milyen jó lenne még csak tizedikesnek lenni. Most eljött a pillanat, mikor itt hagytok minket, és ahogy ezt mondani szokás, kiléptek a nagybetűs életbe. És talán soha nem néztek vissza. Mától egyre inkább magatokra kell támaszkodnotok, új akadályokon átlépnetek, és lesz nehezebb dolgotok is, mint a szakmai dolgozat megírása. Mostantól nem vesz körül benneteket iskolánk biztonsága és tanáraink féltő tekintete. Úgy látszik, ez az életrendje. Mindig máshová kerülünk, és mikor már megszoknánk, és megszeretnénk új helyünket, újból mennünk kell. A zászlót, amit eddig ti vittetek, mi is büszkén magasra tartjuk. Sok sikert kívánok nektek a szakmai vizsgákhoz, és kérem, hogy az itt eltöltött pillanatokat soha ne felejtsétek el. Kassák Lajos idézetével búcsúzom. Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen. Nyíri Anita, 10. A-osztályos tanuló, előadja Vajda János emlékkönyve című versét. Vajda János emlékkönyve. Hagyd az álmat a valóért, jelenért a múltakat, a természetes virágot a csináltél sosead. Ha örömmel, üdvösséggel, csordult itt át a szíved, mi szükség, hogy a világnak dalban azt elénekeld? Hisz a legnagyobb boldogság szóval úgyse mondható, van a földi szívben is menj, de nincs erre földi szó. Nézd az ifjú erdőt nyáron, hogy elnémul benne dal, fészkenül a csalogány, és hangja gyönyörökbe hal. Borbély Noémi, 11. A-osztályos tanuló búcsúzik az iskolától.
tisztelt tanáraink, vendégeink, drága szüleink, kedves diáktársaim! Azt gondolom, életem egyik legnehezebb feladatának bizonyult a ballagási beszéd, hiszen minden végzős nevében kell búcsút vennem iskolánktól, tanárainktól, az alsóbb évesektől, és mindattól a rengeteg kis apróságtól, ami 3 éven át kitöltötte mindennapjainkat. Évről évre egyre szorosabbá vált a kapocs, amely összeköt minket. Az itt töltött idő alatt rengeteg jó barátra tehettünk szert, megtapasztalhattuk az igazi diák életet, mivel az intézményben számos program résztvevői, szervezői lehettünk. Tármálnap, kirándulások, versenyek, vetélkedők, különféle sportesemények. Tanárainkkal is kiismertük egymást, és partnerként, nem pedig rosszakaróként tekintettünk rájuk. Nem túlzok azzal, ha azt mondom, az iskola életünk szerves részévé vált. De sajnos, még ha csak jelképesen is, de megszűnik az a kapocs, ami éveken át összekötött minket az iskolával. Azért csak jelképesen, hiszen a barátságok, szerelmek ezzel nem érnek véget, az életre szóló élmények és emlékek is mindig a szívünkben maradnak. És eddigi tapasztalataim alapján azt gondolom, ha bármilyen segítségre, támogatásra lenne szükségünk, az iskola kapui mindig nyitva lesznek számunkra. Kedves tanáraink! Ezúttal szeretnénk megköszönni támogatásukat, segítségüket, az irányításaikat, és azt, hogy rengeteg tudást, amelyre önök nélkül sosem tehettünk volna szert. Hálásak vagyunk azért, hogy mindig bizalommal fordulhattunk önökhöz, bármilyen problémáról volt is szó. Köszönjük, hogy bíztak bennünk, és bátorítottak minket. Drága szüleink! Hálásak vagyunk féltő gondoskodásotokért, támogatásotokért, és azért, hogy hittetek bennünk. Most kezdődik el igazán az életünk, de azért még szükségünk van a tapasztalataitokra, tanácsaitokra. Köszönjük, hogy eddig is mindig mellettünk álltatok, és segítettetek bennünket az utunkon. Most pedig az alsóbb évesekhez szeretnék szólni. Kívánom, teljesüljenek kívánságaitok, váljanak valóra álmaitok, töltsétek hasznosan és eredménydúsan a még itt töltött időket. Sosem fogunk benneteket elfelejteni. Sok sikert kívánok az elkövetkezendő éveitekhez. Végül végzős társaimhoz szeretnék pár szót szólni. Kívánom, hogy teljesüljenek álmaitok, sikerüljön véghez vinni kitűzött céljaitokat. Most mindannyian nagy kihívás előtt állunk, hiszen számot kell adnunk eddigi tudásunkról, de ez a nap még legyen az ünneplésé és az emlékezésé. Gondolataimat egy filmből vett idézettel szeretném zárni. Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Akármennyire is vártam ezt a napot, sosem kedveltem, ha valami véget ért. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez is egy ilyen nap. Ma búcsút intünk mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább lépünk. De attól, hogy elmegyünk, és ez fáj, lesznek emberek, akik részesei maradnak az életünknek, akármi is történjen. Ők a mi biztos talajunk, a sarkcsillagaink, és az apró tiszta hang a szívünkben, amely velünk lesz örökre. A nagy útban nincsen semmi rejtély, az ég hatása jónak lenni, a föld hatása a bőség, az ember hatása a rend. Mindenkinek csak egyetlen dologra van szüksége, igazán élni. Kedves ballagó diákok, tisztelt szülők, vendégeink! Hanvas Béla gondolataival köszöntöm a most búcsúzó 11. évfolyamot. Ezen a napon életetek egyik legszebb, legérdekesebb és legizgalmasabb időszaka zárul le. A Csornai Kossuth Lajos szakiskolában, a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Csornai Kossuth Lajos szakiskolájában, a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Csornai Kossuth Lajos szakközépiskolában töltött évek során számtalan inspiráló élmény ért titeket. Tapasztalat, tudás, barátság, szerelem, napi bánatok, örömök. A szakképzésben 3 évig figyeltünk rátok,
vigyáztuk lépteiteket. Szüleitekkel együtt próbáltunk nevelni, irányítani benneteket. Sok olyan siker élt bennünket, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Sokszínű évfolyam vagytok, és valamennyien tehetségesek. A tehetség egyszerre felelősség, kötelesség és kockázat is, mert a siker és kudarc lehetősége egyaránt benne rejlik. Kik a tanulásban, kik a tanulmányi versenyeken, többen a sportban, kik a gyakorlaton alkottak maradandót. Vannak köztetek olyanok is, akik a kezdeti botladozások után megkomolyodva, végre határozott célt kitűzve, igaz, hogy az utolsó hónapokra ugyan, de felnőttetek a feladathoz. A jövő az iskolapadban kezdődik, ezért értékmérő pillanatok ezek, hiszen kiderülni látszik, hogy mint iskola mennyit érünk, mennyire tudunk titeket gazdaggá, szabaddá tenni, azaz mennyire tudtuk felkelteni az igényességet minden igazra, jóra és szépre. Nehéz pillanatok ezek számotokra is, mert ezután derül ki, mennyire voltatok fogékonyak a minőségre. A tanórai ismeretszerzés mellett fontosnak tartom azokat az alkalmakat, ahol az együttműködés szabályainak megismerése volt a cél. A készségek és képességek fejlesztése, az emberi értékrend alapjainak beivódása a mindennapi cselekedetekbe. Gondoljatok a kirándulásokra, a túranapokra, osztályprogramokra. Úgy gondolom, a közös munkának akkor volt értelme, akkor lehettek boldogok, ha azt csináljátok, azzal foglalkozhattok, amit igazán szerettek. Ezért a közelgő szakmunkás vizsgára még kellő odafigyelést, alapos felkészülést és sikereket kívánok nektek, hogy az elképzelt célhoz vezető úton haladhassatok tovább. Kedves ballagó diákjaim! A ballagás a visszatekintés ünnepe is. Ha nem találtad meg az igazi pozitív választ a kérdésedre, nem azt jelenti, hogy a válasz nem létezik, hanem azt, hogy nem kerestél még eleget. Az a három év, amit az iskola falai között töltöttetek, most egyszerre csak véget ér. Minden teremhez, tanárhoz, diáktárshoz fűződnek emlékek, és minden osztályról valami kitörölhetetlen marad számotokra is. Alkottatok. Tisztelt osztályfőnökök, kedves kollégák! Nehéz, de örömteli feladat volt az itt álló ballagó diákokat idáig eljutatni. Köszönöm, hogy következetes, türelmes és tartós munkával a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönöztétek diákjainkat. Köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit a szakképzős évek alatt kaptak tőletek. Mi pedagógusok évről évre ballagtatunk, számos osztályt végigviszünk, mégis tudjuk, hogy minden diák egyszeri és megismételhetetlen. Pedagógus pályánk mindenkori legszebb ismétlődése a ballagás. Kedves búcsúzó évfolyam! Kérünk benneteket, hogy gyertek majd vissza osztályfőnökötökhöz, tanáraitokhoz, akik számára fontos a visszajelzés, osszátok meg velük életetek történéseit. Akik most itt álltok, sokféleképpen élitek meg a jelen pillanatait. Képzelhetitek, hogy végre átléptek a korlátlan szabadság világába, és vannak, akik már látják az ehhez kapcsolódó felelősséget is. Gondoljatok mindazokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. A tehetség sorsának alakulását illetően meghatározó, hogy hogyan sikerül a szülők bevonása, milyen szoros a pedagógus és a család kapcsolata, milyen a viszonyuk, bíznak-e egymásban. Nevetekben az egész szülői közösségnek köszönöm azt a sok segítséget, amit a három év alatt nyújtottak nektek és az iskolának. Szülőként is érzem, hogy kevesebb boldogságosabb pillanat van az ember életében, mint látni felnőni gyermekét. Látni azt, hogy eljutott valahova, és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt hiába. Úgy érzem, hogy abban, hogy milyenek lettek gyermekeink, és milyen lesz az életük, közös a felelősségünk.
Kérem, továbbiakban is álljanak mellettük, hogy tartós boldogsággal élhessék életüket. Kedves végzős diákjaink! Fontos, hogy a búcsú után se szakadjatok el végleg egymástól. Gondoljatok arra, hogy milyen mély barátságokat kötöttetek, amelyek elkísérnek további utatokon. A Kossuth iskola közösségéhez való tartozás évek múlva is azt jelenti majd, számítanak rád, és számíthatsz másokra. Tanártársaim és szakközépiskola dolgozói nevében ezzel az idézettel szeretnék nektek sikeres életet kívánni. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit áttélsz, hozd meg. Köszönöm a figyelmet. A ballagáson díjazták a legjobb kossuthos diákokat. Pálfé Elizabeth Krisztinának, 11. osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Németh Anna, 11. osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Borbély Noémi, 11. osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Horváth Katalin, 11. osztályos tanulónak példamutató magatartásáért és tanulmányi munkájáért. Nagy Zsuzsanna, 11. osztályos tanulónak közösségi munkájáért és segítőkész magatartásáért. Pintér Petra, 11. osztályos tanulónak példamutató szorgalmáért, magatartásáért és tanulmányi eredményéért. Nagy Rihárd, 11. C-osztályos tanulónak közösségi munkájáért és tanulmányi eredményéért. Szakály Martin, 11. C-osztályos tanulónak tanulmányi eredményéért és az OSK TV versenyen nyújtott eredményéért. Szakolcai Krisztófer, 11. C-osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Élő Tamás Tivadarnak, 11. C-osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Karika Mária Csabának, 11. C-osztályos tanulónak példamutató magatartásáért és tanulmányi eredményéért. Hagyományainak megfelelően a végzős osztályok szalagot kötnek az iskola zászlójára. Hegyeken és tengereken túl értünk majd.